Szóval ezek azok a dolgok, amiket semmi áron, akkor se, hogyha a leghelyesebb fiúról van szó, akkor se, hogyha a legcsinosabb lányról van szó, nem tolerálunk egy kapcsolatban. Sziasztok, fiúk és lányok! Üdv a csatornámon! Ebben a videóban arról fogunk beszélgetni, hogy milyen dolgok azok, amiket nem tolerálunk egy kapcsolatban sem. És amúgy ez egy logikus videó lehet, hiszen biztos nagyon sokan fogják azt mondani, hogy amúgy én ezt már eddig is tudtam, meg amúgy ez tök alap. Viszont az a baj, hogy ez nagyon sok embernek nem alap. És ezért muszáj vagyok felhívni a figyelmet, főleg azért, mert hogyha valaki esetleg már TikTokról ismer, akkor tudja, hogy ott pontosan ezekről a dolgokról beszélek, és pontosan ezek a dolgok azok, amiket szeretnék így mindenkinek az agyában tisztázni. Tehát az első dolog, amit nem tolerálunk, az a manipuláció. Tehát az, hogy valaki el szeretne érni valamit a barátjával vagy barátnőjével, és ezt manipulációként csinálja, ez egy nagyon toxik dolog. Viszont ettől függetlenül a probléma az az, hogy nagyon sokan nem veszik észre ezt a manipulációt, mivel hogyha szeretsz valakit, akkor nyilván nem gondolsz bele abba, hogy ők ezt azért csinálják, hogy manipuláljanak téged. Vagy nem gondolnak bele abba, hogy a másik ezt azért csinálja, mert valamit elvár cserébe. Viszont a manipuláció az egy olyan dolog, hogyha tudsz arról, hogy manipulálnak, hogyha tudsz arról, hogy az ember azért csinálja ezt, mert manipulál téged, akkor kérlek, ezt ne toleráld, mert ez hosszú távon nagyon-nagyon toxikus lehet. A második a nulla kommunikáció. Szóval nagyon sokszor kapok olyan üzenetet a TikTok által, hogy XY nem írt nekem X napja. És ilyenkor megkérdezem magamtól azt, hogy ha te szeretsz valakit, ha te együtt vagy valakivel, akkor képes vagy arra, hogy napokig nem írsz neki. Képes vagy arra, hogy annyit nem kérdezel meg tőle, hogy hogy vagy, hogy érzed magad. Nyilván nem vagy rá képes, ergo ha valaki szeret téged, de nem is kell szeretnie, érted? Szóval, hogyha valaki érdeklődik irántad, ha valakit te érdekelsz, akkor nem fog tudni heteken keresztül, napokon keresztül úgy menni, hogy ne írjon neked. És ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy én nekem az a szabályom, hogy konkrétan, ha 24 órán keresztül tud úgy élni, vagyis lenni, hogy ő nem ír nekem semmit, akkor igazából én nem érdeklem őt, mert hogyha nekem valaki fontos, akkor legalább egy annyit, hogy Mizu, mit csinálsz, hogy vagy, érted, becsekkolok, hogy tudjam, hogy ez az ember, aki nekem fontos, az hogy érzi magát. Ergo, ha valaki nem kommunikál, az egy olyan dolog, amit nem szabad tolerálni. Se kapcsolatban, se kapcsolat előtt. A harmadik dolog az állandó számonkérés. Tehát itt arra gondolok, amikor például valaki azt mondja, hogy ő szeretne, nem tudom, a lányokkal elmenni valahova. És akkor a fiú egyből, oké, hova, kivel, mikor, hogyan, miért, stb. Tehát, hogy én értem azt, hogy egy kapcsolatban, ugye nagyon sok mindenről be kell számolnod, én értem, hogy egy kapcsolatban fontos az, hogy tudjuk, hogy hol van a másik mindig. Viszont van egyfajta határ, ahol én úgy érzem, hogy ez már inkább számonkérés, és nem az, hogy oké, merre leszel, kivel. Az, hogy merre és kivel, az úgy oké, mert nyilván fontos az, hogy hol lesz a másik, illetve hogy kivel. Viszont az, hogy mit fogtok csinálni, hova fogtok utána menni, hánykor kell menni, stb. Ez nekem már egy kicsit túl sok. És ez egyfajta olyan dolog is, ami azt mutatja, hogy a másik nem bízik benned. Vagy hogyha amikor azt mondja mondjuk a fiú, hogy ő most szeretne a haverokkal játszani egy kicsit, és akkor a lány egyből, oké, de miért nem velem foglalkozol, miért játszol a fiúkkal, mit fogtok játszani? Tehát, hogy valamilyen szinten egy bizonyos távolságot, egy bizonyos helyet szerintem illik a másiknak ilyenkor ugye megadni. A negyedik dolog az a kihasználás. Ezt legtöbbször igazából egy kapcsolat előtt szoktam látni, illetve nagyon sokan írnak, hogy mit csináljanak ilyenkor. Én azt tudom tanácsolni, hogy ha úgy érzed, hogy valaki kihasznál téged, arra vannak jelek. Oké, tehát ha csak akkor ír, amikor ő ér rá, ha csak akkor találkoztok, amikor ő ér rá, ha csak olyan dolgokat csináltok, ami neki tetszik, ha csak olyan dolgokról beszéltek, ami az ő érdeke, az kihasználás. És itt most az, hogy a pénzemért használ ki, a testemért használ ki, a munkámért használ ki, a családomért használ ki, lényegtelen. A lényeg az az, hogy valamiért veled van, és nem pedig azért, mert téged szeret, mert úgy szeret, ahogy vagy, mert érdekled, hanem valami kapcsol téged hozzá. Viszont ez a dolog ez nem lesz örökre így, mert érted, ha mondjuk a testedért szeret, nyilván egy idő után megöregszel. Ha a pénzedért szeret, elveszheted a munkádat. Ha a családod miatt szeret, egy idő után nyilván el fogsz a családodtól költözni. Tehát ezek mind múlandó dolgok, és ezt nem szabad tolerálni. Mert itt nem azért van veled az adott embert, mert téged szeret, hanem azért van veled, mert van valamid, ami neki nincs. Ergo, akár ha ő megszerzi, lesz egy jobb munkája, talál egy jobb lányt vagy fiút, békül a családjával, akkor ott fog téged hagyni se perc.
és az utolsó, amikor ugye készpénznek vesznek. Tehát ez ugye általában így a kapcsolatnak nem a legelején szokott kijönni, hanem egy kicsit később. Viszont nagyon sokszor van olyan, amikor valaki azt mondja, hogy hát amúgy nem érzem, hogy már a barátom szeret, vagy nem érzem, hogy a barátnőm szeret, mert igazából így nem csinálunk nagyon semmit. És ez egyébként nagyon bosszantó, mert minden kapcsolatban eljön az az idő, amikor ugye úgymond ez a rózsaszín köd, ez így eltűnik. És ez oké, okay, valakinél érted ez egy fél év után, valakinél lesz két év után, viszont egy idő után ez el fog tűnni. És ilyenkor, hogyha valaki a nulla effortot rak bele, tehát nem viszel sehova, nem csináltok semmit, nem beszélgettek már, nincsenek randik, akkor minek maradnál egy ilyen kapcsolatban? Mert valamelyikőtök meg fogja ezt unni. Tehát valamelyikőtök azt fogja mondani, hogy oké, nekem elég volt, én most felállok, és én elmentem. Hello. Tehát se neked, és se a másik félnek nem bí meg ez az egész. És itt most nem fiú szempontból beszélek, vagy nem lány szempontból beszélek, hanem teljesen így neutrálisan, hogy ha lány vagy fiú, az tök mindegy. Viszont az a lényeg, hogy ezek olyan dolgok, amikre nagyon-nagyon érdemes odafigyelni, mert ez az öt olyan dolog, ami általában egy toxikus kapcsolathoz fog vezetni, egy sírás lesz a vége, egy nagyon csúnya szakítás lesz a vége. Ahogy ezeket a jeleket észreveszitek, azonnal azt kell mondani, hogy állj, oké, beszéljünk róla, beszéltünk róla, oké, változott? Nem, akkor szia. Változott, akkor boldogok vagyunk. És nagyon nehéz, főleg, hogyha valaki szerelmes, ugye ezekre a jelekre rájönni, hiszen próbálod azt hinni, hogy a másik jót akar, próbálod azt hinni, hogy a másik ezt nem direkt csinálja, viszont főleg, ha ez még a kapcsolat előtt van, akkor ezek nagyon-nagyon-nagyon toxikus jelek. Olyan red flagek, hogy már kilométerekről lehet látni. Úgyhogy ezekre nagyon-nagyon figyeljetek. Köszönöm szépen, hogy megnéztek ezt a videót. Remélem, hogy hasznos volt, és remélem, hogy tetszett egy kicsit így az iskolán kívüli videó is. Ha bármi kérdésetek van, kérdezzetek nyugodtan, csekkoljátok a TikTok oldalamat is, itt hagyom nektek. Remélem, hogy minden oké az iskolában. Legyen nagyon szép napotok, találkozunk a következő videómban. Sziasztok!